Ez a videó az EA Game Changers nevű programnak köszönhetően valósulhatott meg. Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt egy újabb kritika videó, mint pedig az Island Living kiegészítőnek a Buy Mode kritikája. Az előző videóimban megnéztük a Create a Sim módot és a Build módot, hogyha lemaradtatok volna róla, akkor nézzétek vissza, mert lehet, hogy mutattam például Build módba olyasmit, amit itt nem mutatok meg. Kezdjük is el ezt a videót, mert ez szokott a legtovább tartani érthető módon, mert a bútorok a kedvenceim, és nem szeretném nagyon elhúzni. Szóval nézzük meg először ezt a kis hajóroncsot, ami így a képünkbe mászott kapásból a videó legelején. Nincsen belőle több szín, ugyanúgy működik, mint a Strangerville-es repülőgéproncs, ott lehet aláépíteni, és itt be tudnak menni a szímek. Van még egy pár ilyen törmelék, itt szintén nem lehet módosítani a színüket. Ezek szerintem nagyon-nagyon királyak, ezek a dobozok, mert úgy néznek ki, mint amik félig be vannak ásva a földbe, és a homokos partokon elég autentikusan néznek ki. Egy kicsit ezek a kövek is olyanok egyébként, úgyhogy nagyon jó dolgokat lehet kihozni belőlük, én ebben biztos vagyok. És nézzük meg az ilyen kis közösségibb tárgyakat itt a jobb oldalon. Van új hajónk és jetskink, ez az új jetski. Nézzük meg ennek a színeit először. Nagyon-nagyon király ez a kis tárgy, és ahogy fejlődik a szímeknek a fitnesskéje, egyre jobb trükköket tudnak vele csinálni. Van két új hajónk, amiről én korábban azt hittem, mikor csináltam az info videót, hogy ez egy hajó különböző színben, mert egyébként tök egyforma. A kettő, csak mondom. De nem, ez két külön hajó, ebből nincsen másmilyen szín, ezt egyébként egy karrierjutalom, én úgy tudom. A másik pedig szabadon megvásárolható a build módban, függetlenül attól, hogy milyen karrierje van az adott színnek, és igazából nem is tévedtem, mert ennek is vannak ilyen régiesebb színei, meg kicsit modernebbek, úgyhogy annyira nem is vagyok hülye. Most megnyugodtam egy kicsikét. Van egy ilyen lugasunk, szép barna színekben. Tökéletesek a színei, nem is kérhetnék több színt ebből, én úgy gondolom. Van egy új hintánk, aminek én meglepő módon nagyon-nagyon örültem, mert eddig csak egy hinta volt a játékban, ugye a Seasons-ös, és az nekem nagyon kicsit gagyinak nézett ki, tudjátok, ez a műanyag hatást keltette, még akkor is, ha fém, meg nagyon színes volt, meg nem tudom én, kivéve a feketének ott is nagyon örültem, és tetszik, hogy kaptunk egy ilyen klasszikusabb verziót, az én gyerekkoromban a legtöbb hinta egyébként ilyesmi volt, meg most is ilyeneket látok a játszótereken, szóval ez egy kicsit közelebb áll hozzám, mint az a másik fajta. Van egy kincses ládikónk, amit feltételezek, hogy meg lehet találni majd valahol, vagy meg lehet nyerni valahogy. A játék folyamán erről nem tudok egyelőre semmit, de majd kiderül, ugyanis játszani is fogunk ezzel a kiegészítővel. Van egy új bárunk, ami elég nyilvánvalóan nem egy lakóházba való, mivel itt vannak a borravalónak a kis, majdnem azt mondtam, hogy köcsögek, de ilyen kis edény. Itt van a borravalónak, és van ilyen jégkása adagoló a meleg időre való tekintettel, és itt a háttérben van egy ilyen kis tároló elem, ami én úgy gondolom, hogy emögé a bár mögé való. Látjátok itt a kis pénzgyűjteményt, meg egy csomó piánt, meg ilyesmit, hűtőtáskát, szóval ez szerintem egy szett így. Nem bontanám fel, de még ezt külön használnám akár egy lakóházban is. Annyira nem lóg ki, mint ez a bár. Van egy új esküvői kis ívünk, boltívünk. Ez mennyire szép. Mennyire szép már a fehér. De a zöld is egy kicsit tradicionálisabb. Alig várom, hogy tengerparti esküvőket lehessen csinálni a játékban. Van egy új kinti szemetes kukánk. Nagyon autentikus, szép kis fából épült szemetes kuka, és nekem eddig ez a kedvenc szemetes kukám, kültéri szemetes kukám a játékban, mármint ami nem ilyen lakóházhoz készült. Szerintem királyul néz ki. Szerintem beltérben is fogom használni. Jó sok szerintemet mondtam egy mondatban. Van egy tábortűzünk különböző kőszínekkel, az annyira nem izgi. Van egy zászlónk, ami jelzi egyébként az ilyen kis fesztiválokat a városban. Szintén fesztiváljelző ez a kis lufi. Oh, olyan cuki, különböző halas, békás, teknősös, madaras, értó jó a dizájnja, én úgy gondolom. Még egy zászló, szintén
az előző alkalmakra. A halás az nagyon tetszik, meghagyjuk. Van egy ilyen kis gödrünk. Ez tényleg egy kis gödör földhöz és homokhoz is. Ez az, amibe belepakolnak a szimek húst, így meggyújtják, és ráraknak egy csomó levelet, és ott így szépen füstölődik a húsiuk, meg ilyenek. Ez egy király darab, úgy gondolom. Vannak új ilyen városi, per falusi kioszkok, ahol kaját lehet kérni, meg különböző dolgokat venni. Ez egy kicsit modernebb, olyan jobban karban van tartva. Ez egy kicsit olyan összetákoltabb kis ezermestermunka, ilyen wannabe ezermestermunka. És van egy automatás kioszkunk is, több színben. Az előzőeknek nincsen több színje. Színje? Színe. Na mindegy, szóval ebből lehet venni törölközőt, amin lehet napozni napozó ágyakat, halakat, akár jetskit és hajót is. Egyébként itt fel vannak tüntetve, hogy mit lehet venni. És a leírásban poénkodtak is ezzel a készítők, mert mint a tárnak a leírásában, hogy azon gondolkozol, hogy hogyan fér bele ebbe egy egész hajó, meg ilyenek. Ez szerintem tök király. És egyébként, ha megnézitek, akkor ez egy teljesen modern kis automata, és körül van véve ezzel a klasszikus fa panelekkel. Ami érdekes, én úgy gondolom, van egy szobrunk, két különböző kőszínnel, én ezt valószínűleg lekicsinyítve használnám a játékomban. Vannak ablak fölé rakható, nem tudom én, hogy hívjákok. Magyarul sem tudom, hogy hívják ezeket, ami lecsöpög az eső, vagy fogalmam sincs. Tényleg fogalmam sincs. Van egy szörfdeszkánk, ami jelzi az utakat a városban, legalábbis nekem a nyílból ez esett le, illetve jelzi, hogy ott lehet inni, menjetek a kocsmába, vagy valami ilyesmi. Van új, teljesen új üvegpadlónk, aminek nagyon örülök, mert az utolsó üvegpadló, amit használni tudtam, ez a Get Together-rel érkezett, és ez egy táncparkett, és nagyon feltűnő színei voltak, ami miatt nem volt sokrétűen használható, viszont ez annál inkább, és nagyon izgatott vagyok, hogy használhassam. Nyilvánvalóan, hogyha nem a földszintre építitek, hanem mondjuk az emeletre, akkor átláttok rajta a lentebbi szinteken, így a lapos tetőkre is tudtok tetőablakot rakni. Szerintem ez a legjobb újítás, így a Builded by módban. Van egy nyilvános vécénk, nézzétek ezeket a grafikákat, tehát nem a legaranyosabb dolog, amit valaha láttatok. Imádom a fűszoknyás kis benszülötteket per őslakosokat. Nem tudom, a benszülött egyébként sértő szó, mert nem akarok megsérteni senkit, de valahogy olyan érzés kimondani, mintha ezzel most megsértenék valakit, de lehet, hogy ez csak a YouTube átka, mert mindig bármit mond az ember, mindig lesz valaki, aki meg tud rajta sértődni. Két új beltéri növényt kaptunk, és nézzétek ezt a kis vázát, amiben van. Ez a szép leveles növény. Meg azt a tartót, hát nem király. Imádom a részleteit az új tárgyaknak. Nagyon-nagyon várom, hogy használhassam őket. A másik növényünk pedig egy hosszúkás csíkos vázában található. Ups, ott egy kicsit gondolkodott a játék, mire kitalálta, hogy mit akarok tőle. És nézzétek a színeket, hát nem királyok? Fekete-fehér a kedvencem, nyilván mindig az. És a barna is nagyon szép, nagyon olyan telített a színe, olyan meleg és kellemes. Van egy árnyékolónk, per reluxánk, per redőnyünk. Na jó, ez nem redőny. De el tudjátok képzelni, hogy mi ez, ablakra kell tenni. Új fürdőkádunk, egy ilyen fából összetákolt kádacska, ami egyébként működik, ha jól tudom, az off the grid telek típussal. És ugyanez igaz az új zuhanyzónkra is, aminek nincsen üvege, ez egy nagyon különleges formájú zuhanyzó az eddigiekhez képest, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Nagyon örülnék, hogyha kapnánk majd egy olyan zuhanyzót is, ami csak ilyen kis falra beszerelt csaptelep, és kapunk hozzá mondjuk üvegfalat. Tehát, hogy tudnánk üvegfalat húzni mondjuk egy ilyen tapéta eszközzel, mint ahogy befestjük a falat, olyannal tudnánk üvegfalat húzni. Az nagyon sokat segítene a játékunkon. Van egy új lámpánk, fallámpa, vagy fali lámpa, ami nagyon modern, és van ehhez a fürdőszobaszethez egy új csapunk. Ez a csap nekem nem tetszik.
hogy őszinte legyek. Nagyon furán néz ki, de nyilván ezekhez illik, úgyhogy így lehet őket használni. Egy új polcrendszer található itt, ami teljesen üres, úgyhogy úgy dekoráljuk, ahogy akarjuk, aminek nagyon-nagyon sok építő emberke örült, és van egy fákjánk, ez szintén a városban használható, vagyis hát használatos, tele van ilyenekkel a környék, annyira nem családi házhoz van. De természetesen, hogyha valami ilyen fűszoknyás partit tartotok, ami nem tudom, hogy lehetséges-e, akkor simán elképzelhető, hogy ilyenekkel pakoljátok tele az udvart. Van egy búvárruhatartó, nincsen több szín belőle. Egy új ventilátor. Igen, ez mindenképp egy ventilátor, egy plafonventilátor, többféle színben. Új négyegységnyi kávézó per dohányzó asztal, szép kerek, fonott. Fun fact, az én otthoni hálószobámban, ami a szüleimnél van, ilyen bútorok vannak, ilyen az éjjeli szekrényen például. Az ágyam már nem ilyen, de nagyon sok ilyen volt. És királyul néznek ki, van ilyen komódom is. Van még egy asztalunk, viszont ez már étkező asztal, ennek csak a lábának a színét lehet változtatni. A teteje meg ilyen beton, vagy nem tudom én micsoda. Örülök, hogy kaptunk modern kör alakú asztalt is, túl sok klasszikus van, de egy kicsit fura, hogy a teteje mindenképpen fekete. Örültem volna, ha legalább még egy fehér verzió van belőle. Egy új éjjeli szekrény is érkezett, nagyon szép fa mintákban. Imádom ezeket, nézzétek ezt például. Mennyire részletes. És van rajta egy lámpa, ugyanazokban a faszínekben, mint a többi. Még egy ilyen kis éjjeli szekrény per dohányzóasztal, és rajta egy gyertya. Nagyon szép ez a gyertya. És van egy piknikasztalunk, amiből nekem úgymond már elegem van, szerintem túl sok piknikasztal van a játékban, nem kell már több. De értem, hogy miért teszik bele, a világok miatt valószínűleg, hogy úgy ilyen a környezethez, és hogyha mondjuk építenek egy parkot a játékba, akkor lehessen a városhoz illő asztalokat használni. Ettől függetlenül jobban örülnénk, ha ezek helyett valami más hasznos dolgot láthatnánk a játékban. Itt található egy gyümölcstál, ami most azért annyira pixeles, mert rettentően rá vagyunk zoomolva, de egyébként nagyon tetszik a formája is, látjátok, ilyen kis ívelt, meg úgy olyan esztétikus ezzel az ananásszal, még egy gyertya, ilyen kis állványon. Gondoltak az off the grid telektípust használókra ezzel a sok gyertyával. Itt ezen az asztalon láttok egy naptejet, ezt is megvásárolhatjátok ezekben a kioszkokban, amiket előbb mutattam. És van itt egy hatalmas fényképezőgép, amit az egyik karrierrel, talán a búvár karrierrel oldhattok fel. Van egy kis szobrocskánk, egy halszobrunk. Ez itt egy halcsapda, ezzel tudtok halat fogni, hogyha elhelyezitek a vízben, ami szerintem nagyon élethű. És alig várom, hogy kipróbáljam például a Rex Turicsi sorozatomban. Ez is egy fákja, amit itt láttok, de ez egy kicsit olyan másfajta. Úgy néz ki, mint ami gázzal működik ott, csak azokból a kis lyukacsos részekből indulok ki. Nem használnám beltérre, ezt úgy előre kijelentem, nem tűnik biztonságosnak. Egyébként akkor már nézzük meg az asztalt, amin ezek a tárgyak voltak, ez egy új számítógép asztal. És imádom, van egy nem kerek, hanem ilyen téglalap alakú kávézóasztalunk. Írtó jól néz ki. Kár, hogy fekete-fehér nincs, ugyebár, de eltekintek tőle. Rajta látjátok ezt a szép gömbölyű kerek vázát. Nagyon sok vázát kaptunk, hogyha így megnézitek, mögötte is van egy. Tetszenek a színei. Itt a másik váza, amiről beszélek, vagy gyertya volt, nem tudom, de elég lyukacsos minden esetre. Megette az idő, vagy nem tudom, mi történt vele. És ez is egy ilyen kis asztalka, amit így tükrök alá szoktam rakni, vagy ha nézitek a speedbuildjeimet. Érdekes módon ezeknek többnyire az angol nevét tudom, a magyar nevét nem.
Úgyhogy maradjunk az asztalkánál. Ez egy univerzális szó az összes négylábú bútorra számomra. Itt egy újabb szobor. Ez úgy néz ki, mint a Moanából a csávónak a kis botja, botjának a vége. Úgyhogy abból a kultúrából merítettek valószínűleg, és amint található, az egy étkező asztal. Mindenféle extra színben és sima színekben is. Itt elbújt egy lámpa, úgyhogy gyorsan megnézzük, mielőtt elfelejtem. Ilyen falról lógó, elég furi lámpa. Nem mondom, hogy tetszik, de jó, hogy van. Csak alapvetően nem szeretem az ilyen elemeket a játékban, de vannak olyan házak, amikhez illeni fog. Viszont kizártnak tartom, hogy minden második épületemben használni fogom. Tehát, hogy jobban örülök az olyan bútoroknak, amik nagyon széles körben használhatóak. Van itt plafonlámpa is, és örülök, hogy figyeltek arra, hogy mind a három fal magassághoz elkészítsék ezt a verziót. Sokkal modernebb, mint a másik lámpa, és sokkal többféleképpen lehet őket használni a közeljövőben, és izgatott vagyok amiatt, hogy kipróbáljam, hogy mit tudnak egy modern házban például. Itt látok ilyen egyedi kis konyhaszekrényeket, én szeretném ezeket konyhaszekrénynek hívni, amiket mindenféleképpen variálhattok építésmódban, ahogy szeretnétek, ehhez a kis konyhapulthoz járt, és szeretném itt felhívni a figyelmet, hogy bár egyelőre kizárólag ez a konyhapult van, nincsen hozzá az olyan konyhapult, amihez oda lehet ülni bár székkel, tehát az ilyen kis konyhaszigetnek való pult, az szintén kimaradt ebből a kiegészítőből, ugyanúgy, mint a Jungle Adventure-ben, és ugyanúgy elmondták a készítők ez alkalommal is, hogy csak hiba történt, véletlen kifelejtették, úgyhogy majd egy későbbi frissítéssel ezt be fogják pótolni, és meg fogjuk kapni azt is, illetve a rendes ilyen falra rakhatós konyhaszekrényeket is ehhez, ami nem ilyen egyedi, hanem a szokásos, tudjátok, amilyen mindig van a konyhákban. Még egy lámpa, ez egy álló lámpa, kicsit modernebb. Nézzétek, milyen jól néz ki az a faszín, a többi ugyanolyannal. Imádom, oké. Okay. Van két új napozóágyunk, egy ilyen kicsit klasszikusabb, és egy kicsit modernebb, letisztultabb, visszafogottabb is így, ami a mintáját illeti. Nekem ez sokkal jobban tetszik. De ezt is el tudom képzelni rengeteg helyen, és már most nagyon szeretnék építeni, szóval húzzunk bele! Vannak faldekorációk, és meglepő módon festmények nincsenek egyébként, ebből is csak ennyi szín van. Van egy ilyen kis... Úristen, hirtelen akartam mondani, hogy mi ez. Na mindegy, most már elfelejtettem, szóval látjátok, hogy mi ez. És van egy ilyen bunkos botunk is. Életmentő öv permeli... ez a zöld nagyon extra, tök menő néz ki. Van egy hatalmas étkészletünk is falra. Nyilván le lehet csökkenteni a méretét, úgyhogy ez nem probléma. Egy ilyen kis halacskás valami, ilyen kis logó dekoráció, mondjuk ajtó fölé, vagy akárhova. És ez is egy faldekoráció, talán a tetők alá lehet rakni ilyen kis támasznak, vagy igazából mindenki kreatívkodhat vele, ami éppen eszébe jut. Van egy kétszemélyes kis padunk, ülőalkalmatosságunk. Úgy néz ki, hogy ezt mindenképp falhoz kell rakni, mert nem tudom elképzelni, hogy ez a kis hurka ott megmarad, hogyha simán ráülnek a szímek, mert mintha a szímek ráülnek, igen, de hogyha egy ember ráül, tutira hátra löki azt és leesik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt falhoz kell inkább rakni. Van hozzá egy padunk, ezt nagyon imádom, alig várom, hogy hálószobákban használjam. Egy új, hát kanapénk, de annyira nem a klasszikus kanapé formájú kanapé. Ez a cucc, és van belőle fekete-fehér. Köszönöm szépen, nagyon tetszik. A másik viszont egy kicsit számomra lepipálja az előzőt. Ugyanis, ha jól megnézitek, nem tudom, látszik-e a felvételen, de ez egy átlátszó textúrájú kanapé. Látjátok, hogy erre a keretre csak fel van feszítve egy átlátszós anyag, és van két párna, és modern, és szép, és egyszerű, és a Simpsonologist ezeket szereti bizony, főleg ezt a fehéret, úristen,
meg a feketét. Na jó. Oké, túltettem magam rajta, mehetünk tovább. Itt látjátok a függönyöket. Mindenféle színben, igazából nem mutatom végig az összeset, mert ugyanolyanban jönnek. Így ránéztek, és akkor meg tudjátok állapítani a különbséget. Kicsit máshogy vannak felkötve, vagy nincsenek felkötve. Ezt nagyon, nagyon szeretem, ezt a függönyt, amit itt láttok. Nézzétek meg a feketét például. Nagyon király. Van egy étkezőszékünk, elég robosztusnak néz ki, én úgy gondolom, szóval valamiért az én szememnek úgy néz ki, mint ami nagyon, nagyon alacsony, és nagyon, hát ilyen kis zömök, szóval széles és alacsony. De ahhoz az asztalhoz való, amit ott láttatok, hol láttatok? Ott láttatok. De természetesen másokkal is lehet kombinálni. Ez egy bárszék, ilyen dobalakú bárszék, nagyon modern. Ez is egy ülő alkalmatosság. Mondanám, hogy ottomán, de nem igazán tudom elnevezni az ilyen különlegesebb bútorokat, mint ahogy rájöhettetek korábban. Itt egy ilyen tojás alakú kis fotel, ami írtó aranyos. Imádom, és itt van a fotel az előbb látott kanapéhoz, ugyanolyan színekben. Ezek is ilyen kis puffok, ülő alkalmatosságok, amiket itt láthattok. Imádom őket, és van még egy kis fotel, ami a másik kanapéhoz van. Kár, hogy ebből nincsen kétüléses verzió, illetve ebből sincsen kétüléses verzió. Én szeretem úgy megkapni a szetteket, hogy lehessen variálni, hogy kétüléses, háromüléses, meg fotel. De ez nem nagy kritika a részemről, mert egymás mellé rakok két fotelt, és meg van oldva, ami azt illeti. Kaptunk 4 új ágyat, ebből az első, ez a gyönyörű francia egy ilyen kis baldahinnal, vagy fél baldahinnal, mert nem ér el ideig, mert minthogy nem ilyen 4 oszlopos, hanem csak egy kis fél. Nagyon tetszik. Ez az ágy, nézzétek, mennyire szép. Ti nem aludnátok egy ilyen ágyba? Én aludnék egy ilyen ágyba. Mondjuk elég sok nagyon színes verziója van, amit én annyira nem szeretek, szóval ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Ezek kevésbé. Egyszerűen nem olyan sokrétűen használhatóak, még ez tök jó. Én úgy gondolom, ez sem rossz. De az ilyen extrábakat, még ez is elmegy, az extrábakat nagyon nehéz használni, és jobban szeretem dekorációkkal csicsásítani a szimeim szobáit, mint ágyneművel. Úgyhogy nagyon praktikus sima fehér ágyneműket rakni a játékba, az ágyakra, mert sokkal jobban lehet használni őket. Van még egy fonott, egy személyes ágyunk, imádom. Ebből is van fekete-fehér, köszönöm szépen. Na, a fehérre nem sikerült rákattintani, és vannak mintásak is, de valahogy úgy érzem, hogy ennél helyén valóbb a mintás ágy, mert gyerekszobába simán el lehet képzelni. Például ezt, meg alapból ilyen kis Hawaii mintás, úgyhogy olyan máshogy mintás az én szememben, mint például ez. De lehet, hogy csak én vagyok hülye. Van még egy egyszemélyes ágyunk, ami illik ehhez az itt látott ágyhoz. Ó, a zöld tök jól néz ki, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ebből ilyen egyszerű mintázatok vannak, mert minthogy inkább mintanélküli egyszerű színek. Ez a helyes kifejezés. Itt kültérre látok egy kis lugas-szerű, beárnyékoló keretet. Ezt most így körülírtam nektek. De nézzétek a részleteket, hát nem gyönyörű? Imádom, és alig várom, hogy használjam, mint ahogy az összes többi bútort. Nagyon várom, hogy használjam. Már a trailerben is erre az egy tárgyra vártam nagyon. Imádtam, mikor megláttam, hogy ott ücsörögnek alatta a szímek. Még egy árnyékoló, ez egy kicsit kisebb kiterjedésű, hogyha mondjuk csak egy padot szeretnétek alárakni, vagy egy sakkasztalt, akkor ez ideális. És itt egy ilyen tér elválasztó falacska, ami nagyon-nagyon modern, és én úgy képzelem ezt, hogy a zuhanyzóhoz járt. De lehet, hogy csak én képzelem. Így természetesen nappaliban meg bárhol is lehet használni. De így egy kicsit elzárja azt a zuhanyzót a külvilágtól, hogy ne fröcsögjön mindenfele a víz. Ez az én teóriám, és térjünk rá a szőnyegekre. Bevallom, hogy én mindig a szőnyegeket
Van belőle sima fehér, vagy ez nem sima fehér, csak nagyon világos a... Nagyon világos a játék, ez egy kicsit ilyen krémszínű, és fehér virágok vannak rajta. Ilyen virágok vannak rajta fehérben. Szóval mindig a legizgatottabb a szőnyegek miatt vagyok az egyes kiegészítőkben, és be kell valljam, hogy ezek a szőnyegek nem tetszenek, mert olyan laposnak és szőnyegtelennek néznek ki. Ez még nem is annyira, ezen úgy kicsit látszik, hogy szőnyeg textúrája van, meg egy picit talán elemelkedik a földtől, de ez egy teljesen lapos, mozaikos mintahalmaz. Szóval nekem nagyon nem tetszik ez a szőnyeg. Nem feltétlenül a mintáival van baj, hanem azzal, hogy úgy néz ki, mintha leterítettek volna egy műanyaglapot, vagy egy mintás nejlont. Vagy nem nejlont, hanem ilyen kis fóliát. Fogalmam sincs, hogy mihez hasonlítsam, de nem tetszik a textúrája, majd talán túl leszek rajta. Egyébként és úgy gondolom, hogy mindent sikerült megnéznünk itt a Buy Mode-ban. Remélem tetszett nektek ez a videó. Tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!